1892-ben, január 14-én adták át a ma is működő Szatmári Színházat. A főtér sarkához közel álló épület hamarosan a szatmár németiek egyik legkedveltebb helye lett, amely tündöklést és hanyatlást egyaránt átélt. A beszámolók szerint a történelem hullám csapásai többször megviselték, de végleg tönkretenni nem tudták. A többször újjáépített színházépület ma két tagozatnak ad otthont. A Harag György magyar és a Mihály Rajkó román nyelvű társulatnak. Így a januári négy napos, 130 éves születésnapi megemlékezés az egész város ünnepe volt, amely az intézményt fenntartó városi önkormányzat támogatásával jött létre. A megnyitó ünnepség előtt a színház halljában, valamint a lenti és fenti folyosókon egy kiállítás segítségével betekintést nyerhetett a néző, hogyan is alakult a színház 130 éves történelme. Időrendben elhelyezett korabeli fotók, újságcikkek, plakátok foglalták össze ezt a hosszú időszakot. A megemlékező ünnepi rendezvényen a két társulat egy-egy kedvenc előadását tervezték bemutatni, valamint egy-egy vendégelőadást is hívtak, és a színházhoz kapcsolódó könyvbemutatókat, közönségtalálkozókat is a programba iktatták. A megnyitón a jelenlegi fenntartó, a városi önkormányzat nevében Kereskényi Gábor, szatmár németi polgármestere is felszólalt. Ismerem ennek az épületnek minden szegletét, a szellemiségét is, és szatmáriként nyugodtan kijelenthetem, hogy talán az ország legszebb színházi épületével büszkélkedhetünk, amelynek nem csak a külsejére lehetünk büszkék, hanem az azt megtöltő művészekre, akik remek játékaikkal a színház kedvelő szatmáriak otthonává tették a Vojta Adolf pápai műépítész által megtervezett épületet. Munkájuk és áldozatvállalásuk nagyon fontos, és ennek köszönhetően mindig megbecsült részei lesznek szatmárnémeti kultúrájának és történelmének. A polgármestertől azt is megtudtuk, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére a színház jó működését a város mindig biztosítani fogja. Mint hogy a színház néhány évvel ezelőtt még a megyei önkormányzathoz tartozott, Pataki Csaba, Szatmár megyei tanácselnök is szót kért. Nem az intézményekre gondolok elsősorban, hanem arra sok ezer névtelen, sokszor névtelen mecénásra, aki lehet, hogy 130 évvel ezelőtt biztosította a mindennapi betevőt annak a vándorszínésznek, aki megfordul Szatmárnémetiben és a környéken. És én azoknak az embereknek is megköszönöm, akik fenntartották ezt az intézményt, és nem egyszerű fenntartásról van szó, hanem értéket teremtettek. Én azt kívánom, hogy ez a színház legyen tele élettel a következő 130 évben is. Köszönöm szépen! Ezután a színház főigazgatója, Nagy Orbán, és a két társulati művészeti igazgató, Besenyei Gedő István és Ovidiu Kajca megnyitottnak nyilvánította az ünnepi rendezvényt. Büszkék lehetünk arra, hogy egy olyan közegben élünk és tudunk alkotni, ahol a színházra szükség van, a színházat igénylik, és hát az is fontos, hogy ugye a színház az hát nagyon erős fenntartást igényel, pénzt igényel, és az is nagyon fontos dolog, hogy a mindenkori vezetés, a jelenlegi városvezetés, a fenntartó is ugyanígy gondolja, hogy érdemes és kell egy színház ebbe a városba. Én 26 éve vagyok Szatmáron, tehát úgy gondolom, hogy azért nem kevés idő, és mindig éreztem azt, hogy a színésznek, Szatmáron színésznek lenni nagyon jó dolog, hiszen a nézők szeretete, a közönség szeretete úton útfélen mondhatni utolér, és nagyon jó színésznek lenni Szatmáron. 130 éve is nagy esemény volt a teátrum megnyitása.
A Budapesti Nemzeti Színház társulata lépett először az újonnan épült Szatmári Színház világot jelentő deszkáira. A szervezők úgy gondolták, ismét ők legyenek az ünnepi minifesztivál magyarországi díszvendégei. Ennek köszönhetően a rendezvény első estéjén a Sára asszony című előadást láthatták a szatmáriak. Döbrentei Sarolta drámáját a Nemzeti Színház igazgatója Vidnyánszky Attila rendezte. Nekünk ez megtiszteltetés, a Nemzeti Színháznak megtiszteltetés, hogy itt lehetünk. Az mindig egy nagyon komoly érv, egy közösség, kulturális szintje, nívója, érettsége kapcsán, ha színházat tud alapítani, és ilyen építeni, ilyen hosszú ideig fönntartania. Az én szülővárosom Beregszász, az 29 évvel ezelőtt döntött úgy, hogy színházat alapít. Tehát 29, úgyhogy... És már nem fogjuk tudni utolérni Szatmárt, ez biztos. A Sára asszony a Nemzeti Színház és a Marosvásárhelyi Spektrum Színház közös produkciója. Egy 19. század elejé sokgyermekes család története. Ez a család lehetne akár hétköznapi is, kálváriája s az ezt követő végkifejlet mégis példává, sőt történelmi jelentőségűvé emeli. Sára asszony nagy szomorúsága az, hogy mind 7 addigi gyermeke hamarosan születése után meghalt. Amikor 8-szor is áldott állapotba kerül, már majdnem elhagyta a hitét, a nyomasztó múlt férjére, rokonaira is ránehezedett, és mindenki már a lelki összeomlás határán van. Ám az újszülött 8. gyerek megéli a keresztelőt, és csak akkor tudja meg a néző, kiről is van szó. Pár éve született meg ez a produkció, ami több szempontból is szimbolikus. És azt hiszem, hogy akik ezt az előadást látták, érezhetik, hogy a legnehezebb helyzetekben is érdemes tovább hinni, kitartani, mert talán éppen a legnagyobb születik meg az, aki a nemzetet a legmagasabb szinten tudja szolgálni. Ebben az esetben Arany János. Szatmáron számomra a gyerekkorom óta az egyik legfontosabb hely volt a színház, ahonnan sokszor nem akartam hazamenni előadás után, és nagyon boldog voltam, amikor 92-ben ennek a színháznak a munkatársa lehettem, és belevetettem magam abba, hogy minden szinten szolgáljam ezt a társulatot, és büszke voltam, hogy gyerekkorom eszményeivel együtt dolgozhattam érte, és arra is büszke vagyok, hogy ez a centrumoktól távol lévő színház, amelyik mind Budapesttől, mind Bukaresttől nagyon távol volt, a mai napra képes volt olyan színvonalú munkát végezni, hogy mind Budapest, mind Bukarest közel került hozzájuk, és nem véletlen, hogy ide a Nemzeti Színház visszajár, és nem csak azért, mert én most már a Budapesti Nemzeti Színház munkatársa vagyok, hanem mert olyan megbecsültségnek tud örvendeni szakmailag is. A második nap délutánján az elcsendesedett színházi halban az emlékkiállítás tárgyai között arra kértük Besenyei Gedő István művészeti igazgatót, vázolja fel nekünk röviden a színház 130 éves történetét. Színházban Szatmárnak már megváltozik a színjátszás szerkezete is, tehát hogy nem a vándortársulatok alkalmi
évadai határozzák meg a szatmári színjátszást, hanem akkor már rendesen egy évadra, ugye akkor még a direktorokhoz kötődik a társulat. A társulatok jönnek-mennek ebben az épületben az igazgatókkal együtt, de a 20. században mégis elkezd kialakulni egyfajta állandóság. Ez főleg annak köszönhető, hogy a Krémer család által ide elkezdnek beágyazódni a közösségbe emberek. Egyfelől Krémer Sándor igazgatásáról van itt szó, de másfelől például Szabadkairól, aki a legmeghatározóbb igazgatója a két világháború közötti korszaknak. Az utóbbi korszak azért nagyon fontos, mert legalábbis a vidéki Románia, Bukarestről nem tudom, de a vidéki Románia első forgószínpada az itt Szatmáron épül meg, méghozzá 95%-ban a Szabadkai József pénzén. Nem csak a forgószínpadot építi meg, hanem például a zenekari árkot besülyezti a színpad alá. Gyakorlatilag, ahogy ma kinéz a terem, az nagyon nagy százalékban az ő beavatkozásainak, az ő reformjainak köszönhető. Egy nagy legendája ő ilyen szempontból, mártír legendája a szatmári színjátszásnak, ugyanis a hófehér színpadi frakjában vonult be a szatmári gettóba tüntetőleg, ezt a frakkot viselte, amikor a marhavagonhoz kihajtották őket, és gyakorlatilag Kassán már halott volt. Az ő élettelen testét ebben a fehér frakban látták kidobni a vonatból, és hát sajnos a főművét is ugyanez a háború teszi tönkre. A színházat ugyanis bombatalálat érte, és a színház épületének több mint a felét elpusztít, teljesen elpusztította ez a világháborús bomba, és sajnos közte a forgószínpadot is. De most a színház 2016-os felújításakor újra ugyanezen a szerkezeti alapon, ugyancsak egy 6 méteres forgószínpad funkcionál, és ez minket azt hiszem mindig Szabadkai Józsefre fog emlékeztetni, aki ezt megalapozta. A háború utáni sorsa a színháznak az megint nagyon hányattatott. Hát ugye a nagy kommunista átszervezés idejében, amikor az államosítások is zajlottak, és az intézményrendszer teljes átstruktúrálása, akkor ugye a többi magyar színházat az csak átszervezték az új állami színházi rendszerbe, de kettőt, a Szatmárit és az Aradit, az sajnos be is zárták. És akkor utána következik egy ilyen pangási időszak, amiben, hogyha véletlenül erre szédül egy turnézó társulat, akkor kinyitja a gondnok nekik a színházat, de gyakorlatilag méltatlan sorsra jut ilyen értelemben az épület. 1956-ban átjön ide Harag György vezetésével, inkább így fogalmazok, mert valójában ugye nem Harag György alapítja azt a társulatot, egy nagyon különleges társulat ez, persze most hazabeszélek, mert itt ez már a mi történetünk. Akkor még egy évadon keresztül a Nagybányai Állami Színház szatmári magyar tagozataként működik, és 57-ben jogilag is létrejön a Szatmári Állami Magyar Színház. Ami ezután következik, az egy valódi hőskorszaka a színház történetének. Egy olyan 12 év, bő 12 év következik, ameddig Szatmári Állami Magyar Színházként működik ez az intézmény. Tart egészen 68-ig, akkor átnevezik a színházat, akkor kapja a mai nevét, Északi Színház, és akkor utána már egy nagyon durva mélyrepülés következik művészileg is a politikai kinevezettek korszakában, egészen addig, még aztán Ácsa Lajos az, aki ezt a nagyon merev realizmust már fellazítja, és például zenés műfajok újra megjelenhetnek, addig itt Szatmáron színpadon nem lehetett zenés műfaj. És hát aztán a rendszerváltás után meg Parászka hirdet egy új operett korszakot, és akkor újra elindul ez a kettős gyökerű szatmári magyar színjátszásnak az útkeresése. Az épületről még talán annyit érdemes elmondani, hogy Vojta Adolf tervezte, Szikszai Lajos végezte az építkezési munkálatokat, ő felügyelte, illetve a gyönyörű, de visszafogott belső díszítései, az pedig Spanraft és Hirsch, az a budapesti dalszínház híres
díszletfestőinek a munkája. Azért szeretjük nagyon ezt a díszítést, mert egyszerre díszes és pompás, de közben visszafogottan klasszicizál, ezért sok történelmi színház épülettel ellentétben a mi épületünk nem nagy ellensége a kortárs színháznak. Valahogy egyszerre puritán, és mégis egy díszes, szép épület. Nagyon jók az arányai, és remek akusztikája van. A Szatmári Színház 130. születésnapi rendezvényének második napján a Jassi Vasile Alexandri Nemzeti Színház társulata is magas színvonalú produkciót nyújtott át a közönségnek. Elhozták Szatmárnémetibe a 2020-as év egyik legsikeresebb romániai színdarabját, a Radu Tudoran novelláiból Radu Afrém által színpadra alkalmazott és rendezett a Szegény Lányok Városát. A lenyűgöző látvány és hangzásvilág, az érdekes karakterek, meghökkentő és szívszorító történetek, többnyire nehéz női sorsok kibontakozása kezdettől magával ragadják a nézőt. A rendező, a romániai magyar színházakban is jól ismert Radu Afrim a műsorfüzetben a következőképpen ajánlotta a Szegény Lányok Városa című darabot. A mű mint egy visszaszolgáltatása a román irodalom egy majdnem elfelejtett klasszikus művének. Felidézése egy ismerős, de furcsa hangulatnak. Sajnálkozás azon, hogy az idő átrobog meg annyi fenséges régi irodalmi munkán, amit már szinte senki se nyit ki. Továbbá szól erről a városról, a szegény lányokról, egy szegény lányokkal és szomorú versekkel teli országról. Egy szegénység végtelen szomorúságáról. Ales să chemăm un spectacol de la Teatrul Național din Iași la aniversarea celor de 130 de ani de existență a clădirii, pentru că Teatrul Național din Iași este cel mai vechi teatru din România și am considerat că tipul ăsta de întâlnire culturală peste atât de mult timp spune ceva despre dorințele trupei Mihai Raicu și a Teatrului de Nord de afirmare în viața culturală a orașului, dar și de ce nu a țării. Și am ales un spectacol al lui Radu Afrim, Orașul cu fete sărace, pentru că Radu este unul dintre cei mai importanți regizori ai momentului și cred că e important ca în această sală să aducem spectacole mari din cultura românească. Az ünnepi rendezvény fontos helyszíne volt a 130 éves színház szomszédságában található Ács Alajos stúdióterem is, ahol román és magyar nyelvű könyv és színházi folyóirat bemutatókat tartottak. Csirák Csaba szatmári gyógyszerész és művelődés történész két színház történeti szempontból fontos kötetet ismertetett a közönséggel. A 29 színházi évad Szatmárnémetiben a szatmári magyar színjátszás története 1919 és 1948 között című kötet kétségkívül hiánypótló munka, amely a szatmári magyar színjátszás igazán nehéz periódusát mutatja be. A közel három évtized alatt ugyanis három elnyomó politikai hatalom nehezítette a művészi kibontakozást, a színházi életet. Elmondhatom azt, hogy a színház, az új színház megjelenéseivel megjelent az új épületben a kultúrafénye, és megjelent a villanyfény. Ez volt az első vidéki színház Magyarországon, ahol villanyvilágítással dolgoztak. A könyv bűnöket és bűnösöket mutat meg, akik minden eszközt felhasználtak azért, hogy elválasszák, ez tetszik nekem, ez az új megfogalmazás, elválasszák a kultúrát az emberektől, hogy ne jusson el a kultúra nekik.
azoknak a küzdelmét is bemutatja, akik a másik oldalon álltak. A másik bemutatott kötet címe Cintos József a konok idealista. A könyv bemutatón felszólalók sora a címszereplő mellett Demény Péter szerkesztővel és Veres Istvánnal az előszó írójával bővült. Demény elmondta, a kötet a Prospero könyvek sorozatban jelent meg, melynek kötetei között több szatmári kötődésű név is szerepel, például Elekes Emmáról vagy Csiki Andrásról is szól egy-egy kiadvány. Nem tudom én mit mondjak a könyvről, mármint a java az úgy is benne. Azt nem mondtam el neki se. Persze, van benne egy-két érdekes dolog. Hát aki nem látott színpadon, az honnan tudja, hogy milyen színész voltam. Se onnan. Mesélték neki a piacon, el lehet mesélni, hogy egy színész milyen jó színész. Nem lehet elmesélni. És akkor gondoltam, hogy majd én, mikor megöregszek, akkor nem beszélek arról, hogy milyen voltam, vagy aki látta, látta, aki nem látta, az már az ő baja. De aztán, hogy milyen voltam, és ha meghalok, ennyi marad utána. Valaki esetleg megnézi, és akkor mondja, hogy volt valamikor egy színész, ennyit tudunk róla. Erre jó ez a könyv, de egyébre. A Szatmári Román Társulat nemrég vette fel Mihály Rajkú rendező nevét. A 130. születésnapra egy fiatal román drámaíró darabját választotta. Az Egy tökéletes hullám anatómiája című előadás a Fókusz Dráma Egyesület dráma pályázatának nyertes műve. Szerzője Stella Giorgianu, többszörösen díjazott drámaíró. Nacsasta klödire konvietőzk două trupe de teatru care au un singur scop principal, acela de a aduce cultură în orașul Satu Mare. Cred că e foarte important să sărbătorim această istorie a culturii din nord-vestul țării, sărbătorind această instituție. Și mă bucur foarte tare că am reușit a nu știu câta oară să facem lucruri împreună cu colegii de la secția maghiară. Trupa Horog George și trupa Mihai Rajkú, cele două trupe au început să colaboreze în ultimii ani destul de mult. Avem coproducții făcute împreună, spectacole pe care le-am jucat în timpul pandemiei și în cartierele din oraș. Spectacolele, în marea lor majoritate, sunt supratitrate, cele maghiare în limba română, cele române în limba maghiară. Deci cred că am reușit să arătăm un fel de normalitate în toată această dezbinare și în tot acest haos care se întâmplă în jurul nostru în ultima vreme și datorăm foarte mult acestui fapt, că suntem două teatre într-o clădire pe care o prețuim și pe care încercăm să o respectăm. Tünde, nem maradsz tovább! Csongor, nem lehet! Bocsáss! Nem kötöz le hűszerelmem! A magyar dráma irodalom egyik legfontosabb darabját, Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című klasszikusát tavaly májusban Szárdár Tagirovszky állította a szatmári színpadra. Az ünnepség szervezői jól gondolták, hogy ez a 130. színházi születésnaphoz méltó ünnepi előadás lesz. Lép, mint egy bérc! Nagyon nehezen értelmezhető, hiszen nem csak rengeteg év választ el magának a műnek a születésétől, tehát nem csak majdnem itt 200 évről van hozzávetőlegesen szó, hanem olyan, mint egyfajta szakrális kódrendszer. Tehát számomra valami olyan, mintha egyfajta ima, egy meditáció lenne, és egyfajta válaszadások az életre. Ezek természetesen belül szerintem nagyon bátrak a költőben, viszont az egészet egy mesébe csomagolja. Próbáltuk megközelíteni egy olyan szempontból, hogy a szerző és a szerzőnek a szerelme is részt vesz a történetben, így
reménykedtünk abban, hogy a tragédiának egy mélyebb forrákot tudunk adni túl Csongor és Tünde találkozásán. Úrfi, hogy heves vagy, nem csodálom, hisz Tündér aranyhajú láb. Mit beszélsz? Csak álom. 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 Én a Mirigyet játszom, és nagyon, nagyon szerettem ezt az utat, ami történt ez alatt a jó hosszú próba folyamat alatt. Tényleg rendkívül hosszú volt. Van egy prekoncepciónk erről a Mirigyről, hogy ő sejdegonosz, és mindent keresztbe tesz, és mindenkinek keresztbe tesz. És ez így mind szép és jó, csak ugye mindig felteszi az ember a kérdést, bármilyen szerep kapcsán, hogy miért történik ez. És azt hiszem, hogy nem mindenre, de nagyon sok ezt érintő kérdésre így sikerült megtalálgatni közösen a rendezővel, közösen a kollégákkal válaszokat, és én ennek nagyon örülök, hogy megtaláltunk részeket abból, hogy miért is gonosz, vagy hol ember ez a Mirigy, és hol fáj neki is valami. Mai napig előadásról előadásra szokom Tündét, már aznap, amikor felkelek, ha tudom, hogy előadás van. Az első olvasópróba után nagyon-nagyon megrémültem, ugye ez nem egy könnyű szöveg. Csongor! Tünde! Csongor! Még egy delem van. Egy óra tartománya. És te messze-messze vagy még, mint a végtelen világvég! Na most mondja bárki, hogy leánynak lenni könnyű! Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert hát félig meddig mondhatni, itt nőttem fel ebben az épületben, ugyanis édesanyám a háttérszemélyzet egyik tagja, és gyerekként ilyen 3 éves koromtól nagyon sokat voltam itt Ovi után. A Kolozsvári Színház és Filmművészeti Egyetemen végeztem, és 16-ban volt szerencsém ide szerződni, azok közé, az emberek közé, akiket már gyerekkoromban is ismertem, ugye, ahogy az imént mondtam. Azt nagyon szeretem, amikor nagy szereposztásban játszom, és majdnem minden kolléga itt van, mert nagyon sokat segítenek. Belehallgatnak, belenéznek, és elmondják, hogy ők mit látnak jónak, esetleg miben lehet még javítani a rendezőn kívül, természetesen baráti szándékkal. És hálás vagyok ennek a közegnek, hogy segítettek a Tündém építésében, és ugyanúgy építem még tovább előadásról előadásra, keresem Tündét, és Tünde pedig keresi Csongort. Csongorról pár szó egy hármas úton indul el. Inkább az út maga a célig az, ami tömény, és lelkileg engem is, mint színészt próbára tesz. De felépíteni ezt a dolgot, megélni mindazt, amit Csongor megél, úgy színészként, mint nyilván karakterként, talán az, ami nehéz néha.
De mint tűnődöm, megyek! Isten áldjon, apám! Isten áldjon, anyám! Isten áldjon, apám! Isten áldjon, anyám! Megsirattuk tán, de engem többé itt nem találtok. Tündéromban, üdlakom, virradékes hajnalom! Gondolom, hogy mindenki olvasta Csongor és Tündét iskolában, vagy majd, vagy utána. Azért teljesen más kép Prima Vista olvasatra. Amikor elkezd dolgozni vele az ember, kiderülnek dolgok, apróságok, részletek, miért, miért történik. Letisztul az egész dolog. És rájövünk arra, hogy azért nem annyira egyszerű, mint ahogy először olvastuk. Számomra ez ami kiderült az egész próba folyamat alatt, és úgy gondolom, hogy amíg játsszuk az előadást, folyamatosan ki fognak derülni dolgok még. Ti napkeletre, napnyugatra ti! Hatalmamat hordozza kardotok, hogy míg leszáll itt, ott már fennragyogjon szolgálatomban a nap, s birtokom, míg én leszek. Ne lásson éjszakát. Meglepő módon én játszom a fejedelmet. Legalábbis én nem tudok róla, hogy eddig nő játszotta volna a fejedelmet, de én nagyon örültem neki. Ugye ezt Szárdár rendezte, és amikor felkért, hát nagyon boldog voltam. Úgyhogy nekem ez egy jó feladat, nagyon szeretem. Ugye egy gőgös, nagyhatalmú fejedelem, aki aztán majd a második részben, mint tudjuk, teljesen másképp jön vissza. Mely kéz mutatja most meg síromat? Ha letettem e nehéz fejet, ez a lélek, mely roppant termetével égi boltot üt, hol lel magának méltó temetőt? Lázad fel, tenger! Bérc, te húj alá! Gördülj ki, föld, e fáradt láb alól! Szakadjatok rám, égő csillagok! Romlásotok harsogása jel legyen, hogy egy királyi lélek sírba megy! Egy királyi lélek sírba megy. Jövőre lesz 50 éve, hogy beléptem ebbe az épületbe. Hát akkor is nagyon szépnek tűnt. Most hál' Istennek egy felújítás után vagyunk. Én nagyon örülök, hogy egy ilyen szép színházban szolgálhatok. Nekem nagy öröm mai napig is mindig ide belépni. És hát így 50 év után azt mondhatom, hogy engem ez éltet, hogy még hívnak, és dolgozhatok. Úgyhogy én ezért nagyon boldog vagyok. Senki meg nem mondá, hogy merre van, mondhat te meg, és nyisd ki tudásod kis tárát előttem. Költők világa! Költők világa. Szép tündérvilág. Mi kár, hogy álom. Gyermeknek való. Ébredj föl! Vagy ha még álmodni jobb, menj, álmod vissza, amit álmodál, mert a valóság csalt remény. 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 A Csongor és Tündében a tudóst játszom, és viaskodom a teremtővel,
viaskodom a tudomány nevében a teremtővel, próbálom megérteni, és persze, mint a másik két vándor, a Kalmár és a Fejedelem, én is pusztulásra vagyok ítélve. De nagyon szép ez a szöveg, a megmaradás, a lét, Isten és ember, akár művészet és ember. Nem volt könnyű megtanulni a szöveget, nagyon szép veretes nyelven íródott, mint tudjuk, de amikor megtaláltam az ízeit, tulajdonképpen akár az én szavaim is lehetnének. Ez a viaskodás ugyanis mindannyiunkban, vagy többé-kevésbé mindannyiunkban benne van. Ez a sok kérdés, hogy mégis mi miért van. Nekünk pedig az a dolgunk, hogy ezeket a kérdéseket feltegyük, és hogy a nézők is feltessék maguknak. Úgyhogy örömmel játszom ezt a szerepet. Nagyon szeretem. Megállj! Ne menj el! Én is elmegyek! Nem áll meg. Elmegy. Elhagy. Eltűnik. És íme itt vagyunk egy 130 éves épület ünnepségén. Nagyon érdekes végig gondolni, hogy ez alatt a 130 év alatt mi minden történt itt. Most ebből nekem 31 év már kijutott, és ez alatt is történtek itt szép előadások. Azóta felújult az épület, azóta végül is a forma ugyanaz, de megszépültünk, és még mindig örömbe járni ide. Év, négy napban. A felújított színház Szatmár Németiben ma egy modern kulturális intézmény korszerű otthona. A város a magáénak érzi, és az ígéretek szerint a városi elöljárók vigyázni fognak rá. Az itt dolgozó színházi emberek is azért munkálkodnak, hogy a színház boldog évei tovább gyarapodjanak, és még sok-sok felejthetetlen élmény pillanatot szerezzenek a szatmári közönségnek.